Takács Zsuzsa. Macska. A vihar a kapunkba verte. Valaki kitehette, ahogy a regényekben a csecsemőket szokás kitenni. Szerencsére nem volt otthon senki, csak mi, a gyerekek. Először a szobánkban raktuk le a földre, de bevetette magát a ruhás szekrénybe, 5 fogas leszakadt, ránk ereszkedtek a ruhák, mint a köd. A kavarodásban a macska kiugrott. Behoztuk neki a másnapi tejfölt. Megette. Hagyta simogatni magát a legfeljebb 6-7-es, teljesen fekete, még a talpa is sötét, kényeskedve járó gyerekmacska. Mikor egyedül maradtam vele, észrevétlenül a füléhez hajoltam. Ne félj, itt maradhatsz, rossorodnak vége. Rám nézett, és megértett. Ezután a szekrényt kiraktuk, a ruhákat kikeféltük, a cipőket letöröltük. A fürdőszobában csináltunk egy dobozvackot. A macska hátára ráírtuk egy raktapaszra. Könyörgöm, ne tegyetek ki! Plusz még 2 összetett mancsot rajzoltunk aláírás helyett. És lefeküdtünk. Szem nem maradhat szárazon, suttogta elalvás előtt még Mari. Sajnos maradt. Másnap új helyet kellett keresnünk neki. Nagymamáik roskat bérházába vittük. A nagy testű, csirkebén zabáló, patkányülő vörös kandúrmacska fölhorkant, és utána ugrott. A miénk meg eltűnt a fás pincében, előlünk mindörökre. Naponta látogattuk 2 héten át azon túl nagyanyát. És végre, most vasárnap, láttam az udvarunkban egy szőre hullott, félszemélyre vak, fekete kamasz macskát. Lehajoltam hozzá, de elinalt. Nem tudom, mit kívánjak inkább. Ő legyen az a kényes kölyök macska, akit az ólomkristály hamutartóból etettünk. Vagy az a lény legyen már halott. Mi jobb? Meghalni? Vagy élni akárhogy?